Nézzük most meg egy egyszerű 12x12-es multikalkulónak a megfejtését. Kezdjük talán ennél a 11-esnél, hiszen ide, mint az ott alulról látszik, 1, 2, 3, 5 írható be. Azaz a legnagyobb szám, amit ide írhatunk ebbe a sorba, az az 5-ös. Ha viszont ezt a 14-est nézzük, akkor meg azt kell, hogy lássuk, hogy ennek ebbe a sorba beírható legkisebb szám. Ez csak úgy lehet, hogyha ide ebbe a mezőbe az ötöst írjuk be. Így tudjuk minket feltételt teljesíteni csak. 5-től 14-ig 9 kell. Nézzük ezt a 15-öst. Az ide beírható legkisebb szám az a 6-os. Például ide is. Ha megnézzük most ezt a sort, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy egy ide beírható a legnagyobb száma 6-os. Csak úgy lehetséges ezt megoldani, ne legyen ellenmondás, hogy ez itt 6-os kell, hogy legyen. És akkor 6-tól 15-ig 9 kell ide. Itt a 6-hoz már csak az 1, 2, 3 jöhet ide például. Itt viszont nem lehet az egyes, mert ha az egyes volna, akkor a másik két számot 19-et kéne adni összegben. Kettes sem lehet, mert akkor a másik két számot 18-at kéne adni, vagyis alul is 9 kéne, hogy legyen. Így aztán itt már csak a 3-as lehet. 3 meg 9, 12, 20-ig 8 kell. Tehát 8-as. Ide már csak az 1-2 jöhet. Meg ide is csak az 1-2. Ha itt 1-es van, akkor föntre 5 kell, ha pedig 2-es van itt, akkor föntre 4 kell. 9-től 17-ig viszont 8 kell még, így aztán ez nem lehet a 4-es, mert hogyha az 4-es volna, akkor ide is 4-est kellene írni, és ez dupla ellentmondás. Mert egyrészt akkor ebben a sorban két darab 4-es szerepelne, másrészt ebben az oszlopban nem szerepelt a 4-es. Így aztán ez már csak 5-ös lehet. 9 meg 5 az 14, 17-ig 3 kell lesz, tehát 3 lesz, és akkor ide is csak az 1-est és a 2-est írhatom be. Nem írom be egyelőre, mert innen látszik, hogy mivel az 5-ös már megvan, ezért ez már csak az 1-es lehet, hiszen 5 meg 1 lesz majd a 6, ez a 6-os. Ha ez itt 1-es, akkor viszont ez már csak 2-es lehet, így aztán itt már csak az 1-es jött számításba. 8 meg 1 az 9, 18-ig 9 kell, ez tehát itt 9 lesz akkor. Most nézzük meg ezt az oldalt itt. Ez a 14, ez 7-nek és a 9-nek az összege lehet. Vagy 6-nak és a 9-nek. 6-nak és a 8-nak. Ez a 16 viszont 7-nek és 9-nek az összege lehet csak. Ide viszont a 7-est nem írhatom, mert ha ez 7-es volna, akkor ennek is 7-esnek kéne lenni. Ez tehát itt 9 lesz. Akkor alá jön egy 7-es. Ide pedig jön egy 9-hez 5-öt kell adni. Hogy legyen, tehát egy 5-ös jön ide. Hogyha itt 5-ös viszont, akkor a másik két mező már csak 7 és 9 lehet. Itt viszont nem lehet a 7-es, ez miatt a 7-es miatt, ez tehát 9-es, ez pedig itt 7-es lesz akkor. Ez a 24 itt 7-nek, 8-nak és 9-nek az összege. Itt viszont nem lehet sem a 7 ez miatt, sem a 9 ez miatt, tehát ez már csak 8 lehet. Most visszatérve ide a 8-as alá, ide már csak a 7-es és a 9-es írható, viszont a 7-es ez miatt, a meglévő 7-es miatt már nem írható, ez tehát 9 lesz, és alá akkor 7-esnek kell jönni. 7-től 19-ig, 16-ig már csak 9-et adhatunk, 9 jön. Ez itt, ebben a sorban a 24-nél megvan a 7-es és a 9-es, tehát 8-as lesz. 9 meg 8 az 17, 23-ig 6-os kell. Most megnézve ezt a 35-öt,
Láthatjuk, hogy ebből a sorból már csak az ötös hiányzik, ez tehát itt lesz. 22-ből 5, az 17, tehát ide már csak a 8 és a 9 jöhet. Mint ahogyan ide is. Viszont itt ebben a sorban a 9-es nem szerepelhet. Négy elemben, mert ha a 9-es szerepelne, akkor a másik három szám összegének 5-öt kéne adni, és hát már három egymástól különböző szám összege az minimum 6 kell, hogy legyen ez. Így aztán ez csak 8 lehet, akkor persze az itt 9 lesz, és ha pedig ez itt 8, akkor a többi az már csak 1, 2, 3 lehet. Itt viszont nem lehet sem az 1, sem a 2, mert hogyha például az 2 volna, akkor a másik két szám összegének 18-at kéne adni, ami lehetetlen, hiszen az azt jelenti, hogy minden két szám 9 kéne, hogy legyen. Ez tehát itt már csak 3 lehet. Ide már csak a 8 és a 9 kerülhet, hiszen ide és ide olyan számokat kell beírni, aminek összege 17. Ez pedig csak a 8 és a 9, tehát viszont ide a 9-es, ez miatt a 9-es miatt nem írhatom, ez tehát itt 8 lesz. Itt alul 9 lesz akkor. Ez a 8 és a 9 az 17, 24-ig ide 7-et kell akkor beírni. Ide már csak az 1 és a 2 írható. Hiszen ne felejtsük el, hogy ebben a sorban a 3-as és a 8-ason kívül csak az 1-es és a 2-es szerepelt. Úgyhogy ide is csak az 1-et és a 2-est írhatom. Viszont ide, ebbe a mezőbe az 1-es nem írhatom, mert hogyha ez 1 volna, akkor a másik három szám összegének 25-öt kéne adni, ami lehetetlen. Ez tehát csak 2 lehet. Így aztán itt 1 lesz. A 2 van itt, 7, az 9, és akkor a 26-ig 17 kell, ami 8-nak és 9-nek az összege lehet, viszont ide a 9-et már ez miatt a 9-es miatt nem írhatom, ez tehát itt 8 lesz, és akkor ide jön egy 9-es. Itt a 3, az már csak 1-nek és 2-nek az összege lehet, tehát ide az 1-est és a 2-est írhatnám, de az 1-est ez miatt a már meglévő 1-es miatt nem írhatom, ez tehát 2-es lesz akkor, és ide jön egy 1-es. Ez a 7, ez nem lehet más, csak 1-nek, 2-nek és 4-nek az összege. Viszont itt ebben a négyzetben már nem szerepel sem az 1, sem a 2, ez tehát itt 4 lesz, így aztán itt már csak az 1-es és a 2-es szerepelhetne, de az 1-es nem lehet, ez miatt a már meglévő miatt, ez tehát itt 2-es lesz, ez pedig akkor itt 1-es lesz. Ez a 6 itt alul 1, 2 és 3 összege lehet csak, viszont itt nem lehet sem az 1, sem a 2, hiszen azok már itt vannak, tehát ez itt 3 lesz. Ide már csak az 1 és a 2 írható. Viszont a 26-nál a lehető legkisebb szám, amit beírhatunk, az csak a 2 lett, ez tehát itt 2 lesz, itt pedig 1 lesz. Visszatérve erre az oszlopra, megvan az 1, a 2 és a 3, ez tehát már csak 4 lehet. Itt megvan ebben az oszlopban az 1, 2 és a 4, tehát ami hiányzik még a 10-hez, az már csak a 3 lehet. Megvan a 3 és a 4 ebben a sorban, 10-hez, tehát ami hiányzik az 1 és a 2, viszont itt nem lehet az 1-es ez miatt, ez tehát itt 2-es lesz. Így aztán ide már csak az 1-es jön. Itt a 10-nél megvan az 1 és a 2, most ha megnézzük ezt a 7-est, akkor a 7 az csak 1-nek, 2-nek és 4-nek az összege lehet, viszont ide nem írhatom sem az 1-et, sem a 2-t, ezek miatt itt, tehát ez csak 4 lehet. Így ide a 4 felé már csak a 3-as kerülhet.
Ez a 7, ez 1-nek, 2-nek és 4-nek az összege. Viszont alulra a 4-est, ez miatt a 4-est miatt nem írhatom, ez tehát csak 2 lehet. Így aztán ide már csak a 4-es. Itt a 7-hez már csak az 1 hiányzik, hiszen megvan a 2-es és a 4-es. Egyedül az 1-es hiányzik. Tehát. Itt az 1-eshez, hogy 3 legyen, 2-t kell adni. Ebben a sorban megvan a 2, 3 és a 4, tehát a 10-hez, ami hiányzik, az az 1. Így aztán, mivel kijött az 1, ezért a másik három számnak, a 7-nek, a 8-nak és a 9-nek kell lennie, viszont ide nem jön sem a 8, sem a 9, ez tehát itt 7 lesz. Ide viszont akkor a 8-nak vagy a 9-nek kell kerülnie, viszont a 9-es nem lehet ez miatt, tehát akkor ez 8 lesz. Így aztán itt 9 kell, hogy legyen most. Megnézve ezt a sort, kijött ugye a 7, 8, 9, tehát hiányzik a 6-os. Ez tehát itt 6 lesz. Ezt a sort megnézve pedig az látszik, hogy megvan a 8 és a 9, az 17, 24-ig 7 kell. Ez tehát itt 7 lesz. És megnézve itt ezt az oszlopot, látható, hogy megvan a 6, 7 és a 9, ami összegben 13, 22, 27-ig tehát 5 kell. Ez itt tehát 5. 5 meg 7 az 12, meg 6 az 18, meg 9 az 27. Ebben a sorban 5 és 9 az 14, 22-ig 8 kell. Ez tehát itt 8-as. Ez a 17-es itt, ez már csak 8-nak és 9-nek az összege lehet. Viszont itt nem lehet a 8 ez miatt, ez tehát itt 9 lesz. Így aztán ide már csak a 8 jöhet. Ez a 24, ez pedig 7-8-9-nek az összege, viszont itt nem lehet sem a 8, sem a 9 ezek miatt itt, ez tehát itt 7 lesz. A másik kettőben már csak a 8 és a 9 jöhet. Ide viszont a 8 nem jöhet, mert az már itt van ebben az oszlopban, ez tehát itt 9 lesz, ez pedig itt 8 lesz. Itt 24-hez már csak a 7-es hiányzik, ez tehát itt 7. Itt pedig a 29-hez már csak az 5-ös hiányzik, ez tehát itt 5. Ez a 17, ez 8-nak és 9-nek lehet az összege csak. Alulra viszont a 8-as nem írhatom, mert ha ez 8 volna, akkor ennek is 8-nak kell lenni, ami lehetetlen. Tehát akkor ez itt 9 lesz. Ez lesz itt a 8. 9-től 16-ig pedig 7 kell. Ide pedig már csak a 9-et írhatjuk, hiszen 7-nek, 8-nak és 9-nek az összege lesz majd 24. Már csak ez a kis rész van hátra itt. Ide a 14-hez már csak az 1-et és a 3-ost írhatom. Viszont innen az egyest ki kell, hogy zárjuk, hiszen látható, hogyha megnézzük ezt, milyen felbontásai lehetnek a 27-nek, hogy abban a legkisebb szám, ami szerepel, az a 3-os lehet. Ez tehát itt 3-as lesz, így alatta 1-nek kell lennie. Itt a kettőnek a megléte miatt már csak a 7-8-9 írható fel többi helyre. Ide is, és ide is. Viszont innen a 9-es ki kell, hogy zárjuk, mert hogyha ez 9 volna, akkor ezzel az 1-essel már 10 lenne. Ha pedig 8 volna, akkor ezzel az 1-essel már 9 lenne, és akkor ide is 1-est kéne írni, ami lehetetlen, mert akkor ebben a sorban két darab 1-es lenne.
Így aztán ez már csak 7 lehet akkor. 7 meg 1 az 8, 10-ig 2 kell. 2-től 11-ig 9 kell. Ha most megnézzük megint ezt a sort, akkor itt megvan már a 3 és a 9, ami azt jelenti, hogy már a másik kettő csak 7 és 8 lehet. Itt viszont a 7-es nem lehet már a meglévő 7-es miatt, ez tehát 8 lesz, és akkor ez itt 7 lesz. Itt pedig már csak a 9 hiányzik, ugye a 2-es alól, hiszen már megvan a 7 és a 8, tehát 9 lesz. 9-től 12-ig ide már csak a 3 jöhet, ami azért is jó lesz, mert 1 meg 3 az 4, meg 7 az 11, ez tehát valóban 3. És ezzel ezt a kakurót meg is oldottuk. Ennek a megoldása...